mikor haragudtak rám. És azt, hogy Rozika, nem hallottam meg így a gyerekkoromban, de mikor már azt mondták, hogy Rozália, na ezt már észrevettem. Na gyerek, árulj! Még lesz olyan is, hogy sejhaj, Rozi, vagy elmegyünk kirándulni. Most pedig a János Vitéz mond önöknek valamit? Igen? A János Vitéz, ti is tudjátok, hogy mit fogok most énekelni? Nem? A legismertebb betét dal az János Vitézben egy rózsaszál. Ismeritek? Jó. Mondjátok velem? Jó. Egy rózsaszál szebben beszél, mint a legszebben mesél. Nem tud az élni, hogy műtel, mert a kívülten valamit? Nem a Szulejmán, hanem a Gülbaba. Van ebben a operetben egy olyan rész, a Mújkó dala, amikor el van keseredve és szeretne hazajutni. Fogadják nagyon szeretettel Tudumadár fönn az égen. Sigo.
következő dal, mivel hogy nagyon remek cigányzenekar van a hátam mögött, és van hátam mögött, ők nekik szeretnék most egy nótát elénekelni. Mit tudjátok ki bent, hogy idegint mi fáj? Hely voltam egyszer én is büszke bárkirány. Nótámat én is százszor elmutattam, százszor annyi bankót adtam. Thank you.
Yo duro, tu zaro,
de kíváncsi. Budapesten, ott a néha szívem, elraboltam tőlem egy lát. És ez csak így mondod? Azonta, hogy bánatos a szívem, és pedig oly halogám. Mit mondod, Attila? Ha még egyszer Budapestre megyek, mi lesz akkor? Én a szívem visszaveszem. Ajaj! Máskor jobban vigyázom, kevesebb kicsázom, én ezt szerelmesem. Amikor az eső leszáll, szívünk csak egy másra vár. Valahol a végtől állnám, csukkal vár egy lát. Amikor az eső leszáll, még ezt el kell mondani. Vége! Vége, hölgyeim és uraim! Ez az egy számot még jó, mert lezárjuk, jó? Zaj, ne üss, kicsi lány, ide süss, amit én szabolok, az egy tiszta dolog. Nézd csak rám, ilyen férfi babá, te vagy is teremtsd rompá. Ilyen férfiak rompat ritká, vagy esetleg ilyen többé. Tudja ezért, életképkát, megbecsülhető kép. Addig nem megyünk el, amit nem énekelnek, jó? Te rongyos élek, bolondos élek, mitől tudsz olyan édes lenni, mint a mi? Te rongyos élek, bolondos élek, Farkas Rozika, illetve Lácz Oladár és a népi zenekarát láthatták utoljára a mai napon. Gratulálunk Karcsinak, Rozikának, az élet drámaíró, úgyhogy gyors szerelés, mert itt van a Retro Leon zenekar.